Az MSZP ma esedékes tisztújító kongresszusán három kihívója is lesz Tóbiás József pártelnöknek. Harangozó Tamás, ugye parlamenti frakcióvezető helyettes, Molnár Gyula korábbi fővárosi pártelnök, és Szanyi Tibor, Szanyi kapitány, az Európai Parlament képviselője. Túl vagyunk néhány tisztújító kongresszuson, az eddigi trendeket figyelembe véve nem szokatlanul sok ez a négy induló. Ilyen nagy horderejű az MSZP szempontjából a tisztújítás, vagy mindez a kirakat és előre sejthető. Az egyébként biztos befutó személye, kérdezem, egyben szeretettel köszöntöm Nagy Attila Tibor politológust, a Méltányosság Politika Elemző Központ elemzőjét. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! No, sejthető a befutó személye? Sejthető valamennyire, bár lehetnek azért kisebb meglepetések a tisztújító kongresszuson, de azt az eddigi hírek alapján lehet sejteni, hogy véletően nem a mostani pártelnök Tóbiás Józsefnek sikerül megszerezni a pártelnökséget, és véletően Molnár Gyula vagy Harangozó Tamás között dől el majd a küzdelem. Ez a tisztújítás azért is fontos, hiszen miután elvileg 2 éves mandátumról van szó, ezek az emberek, a most megválasztandó emberek jelenítik meg majd az MSZP politikáját, elsősorban a nyilvánosság előtt, és hát az is fontos, hogy az MSZP összetudja-e szedni magát. Ki tud-e lépni a jelenlegi állapotából, hogy a népszerűsége már évek óta alig növekszik, illetve stagnál a néhány évvel ezelőttihez, tehát mondjuk akár a 2010-es vagy a 2014-es állapotokhoz képest. Tehát ezeknek az embereknek kellene, a most megválasztó embereknek kellene enyhíteni az MSZP válságát. Hát sokak szerint az utolsó számukra teli találat jelölt, ugye emlékszünk még rá, Medgyessy Péter volt, akiben gyakorlatilag az 50 körüli hölgy lakosság beleszeretett egytől egyig, mert egy ilyen snájdig, jó kiállású férfi ember volt, és hát ennyire számított, hogy akkoriban ugye azért egy nagyon-nagyon sikeres kormányzás után vették át a hatalmat. Most ki az, aki számíthat hasonló népszerűségre itt a jelöltek között? Azért Medgyessynél hozzá kell tenni azt, hogy lehet, hogy jó kiállású ember volt, de mérsékelten tudott csak beszélni. Jó, hát ez a kampányfilmekből nem derült ki választás előtt. Hát, de a egyéb megnyilvánulásaiból már akkor is kiderült, és ő elnézést kérően is beszélt arról a Orbánnal folytatott vita elején, hogy lám-lám, hát az ellenfele nagyon jó kommunikátor, és óvták őt ettől a vitától, tehát ő már eleve le akarta szállítani az elvárásokat, de így... Profi sajnáltatta magát. De őt így el tudták fogadni a választók, és Medgyessynél inkább azt számított, hogy ő neki volt 100 nagypos programja, jóléti ígérete. Na most akkoriban az MSZP még lényegesen jobb állapotban volt, szervezetileg, ideológiailag, mint most. Tehát most én azt gondolom, hogy nem elég egy olyan jó kinézetű politikus, mint Medgyessy Péter, hanem azért itt szükséges volna rendbe rakni jó néhány dolgokat. Például az, hogy 10-15 évi állapothoz képest jó néhány helyen nincsenek alapszervezetek a vidéken, vagy jelentősen meggyengültek ezek az alapszervezeteket. Ezt valahogy hozzá rendbe kéne tenni. Aztán szimbolikusnak tartom, hogy az MSZP-nek már nincsen, legalábbis a hírek arról szóltak, hogy már eladta a Jókai utcai pártközpontját, és egy alaksori társasházi néhány szobás központba készült beköltözni. Tehát van mit szembe tenni az MSZP belső szervezetében. Aztán, hogyha megnézzük a tartalmi mondani valót, egyszerűen egy választó nehezen tudja eldönteni, hogy mi a csodát akar a szocialista párt azon kívül, hogy Orbán takarodj. Tehát ez rendben van, érthető, de milyen kormányzást folytatna a szocialista párt, hogyha hatalomra kerülne? Ez például nem nagyon világos, és én ezt például azért tartom ezt fontosnak kérdésnek, mert a mai modern világ,
automatizáció, a digitalizáció, az internetes forradalom például olyan kihívásokat teremt, amelyekkel kapcsolatban egy szocialista pártnak csak érdemes volna elgondolkodnia, hiszen az az ország, amelynek lakosságának jelentős része nem tud felkapaszkodni erre a folyamatra, mert mondjuk nem tud programozni, mert mondjuk nem tud nyelveket, mert mondjuk még sokszor internet sincs, vagy pedig lassú az internet az ő közelében, azok az emberek könnyen lemaradhatnak, és hosszabb távon munkanélkülivé válhatnak. Vagy akik mondjuk éppen már dolgoznak, azok egy részének pont az automatizáció, a robottá válása a munkafolyamatoknak veheti el sokaknak a munkahelyét. Mit akar a digitalizáció miatt a munkájukat elvesztő emberekkel kezdeni a szocialista párt, például abban az esetben, ha kormányra kerül? Hát ha belegondol, erről nem nagyon lehet hallani a szocialistáknak a véleményét, függetlenül attól például, hogy melyik elnökjelöltről beszélünk. Hát de az a helyzet, hogy szerintem ők jobbára most magukkal vannak elfoglalva, nem csak most, hanem az elmúlt években egyaránt ez jellemző volt rájuk. Egyébként a szocialisták nemrég tisztítást hajtottak végre megyei szinten is, több helyütt igaz ilyen öreg rókákat váltottak fiatalabb társak. Mi lehet a háttérben? Hát azért nem ez volt a jellemző. A hírekből azért az jött ki, hogy nagyjából a régiek maradtak, valóban pár helyen jöttek új emberek, de nem ez volt a jellemző, ha jól figyeltem a híreket. Például Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a régi kipróbált Veres János maradt a pártelnök, aki pénzügyminiszter volt a nem túl jó emlékű Gyurcsány korszakból, mármint annak is a 2005-2006-os időszakából, és őt megerősítették a megyei pártküldöttek, tehát nem tudom, hogy ez mennyire a megújulás. Hát mondjuk Veres János erősen be van ágyazódva oda gazdaságilag is, meg mindenhol. Jó, persze, csak érti, hogy minden szóra ellenére azért a megújulásnak megvannak a korlátjai. Hát ezért mondom, hogy a megyei, régebbi megyei erős emberek helye közel megmaradtak. Meglátjuk majd, hogy ezek a megyei erős emberek mennyire fognak megmaradni a későbbiekben. De minden esetre én felvennék még egy új szempontot, hogy mi fog történni a szocialista párttal abban az esetben, hogyha egyik vagy másik pártelnök győz, illetve pártelnök jelölt győz. Tehát például, hogyha mondjuk esetleg Molnár Gyula győz. Tehát például Molnár Gyula, én azt látom, legalábbis a programját olvasva, hogy ő tisztában van azért azzal, hogy ideológiai, szellemi tartalmat is kellene adni a szocialistáknak, tehát hogy az ideológiai talapzatból vezethetőek le szakpolitikai törekvések. Tehát, hogy hogyan látja a mai világot az MSZP. Tehát, hogy ebbe komolyabb energiákat kéne fektetni a szocialistáknak, és nem elég mondani az Orbán takarodj szlogent. Hát következő minden... szempont, hogy mit kezd az Európa politikával az MSZP. Tehát én azt gondolom, hogy csak annyit mondani, hogy ott van Orbán Viktor bunkó tuskóként, aki bárdolatlanul viselkedik a szép Európai Unióval, és kritizálja az európai egységet, miközben az olyan szép, hát ez azért ma már kevés. A Brexit után, azután, hogy a brit lakosság többsége megszavazta az Európai Unióból való kilépést, az annyiban Orbánt igazolja, hogy tényleg komoly problémák vannak az Európai Unió működésével. Orbán Viktor már 2010 előtt arról beszélt, hogy gondok vannak az Európai Unió versenyképességgel Kína meg Indiával szemben. Ehhez képest a baloldal az MSZP is leragadt annál, hogy csúnya dolog az Európai Unióval való szembe menni. Na most ez persze nem azt jelenti, hogy Orbán Viktor minden lépése megfelelő volt, illetve hogyha a stílusa időnként nem lett volna kifogásolható, mert szerintem az volt. Csak az MSZP sem látta meg azt, hogy az Európai Unióval való elégedetlenségnek
megvan a valós oka. Na most én kíváncsi vagyok, hogy a mai szombati kongresszus hoz-e ezen a téren újdonságot, illetve hogy a megválasztott pártelnök képes-e egy kicsit árnyaltabb európai uniós politikát folytatni. Ez azért nagyon lényeges kérdés, mert akkor az Orbán kormány az uniós belpolitikát a magyar belpolitikában is felhasználja. Tehát Orbán Viktor meglátásában az uniós politika nem pusztán külpolitika, hanem tulajdonképpen a magyar belpolitika egy része. És a választásokat az is befolyásolja majd 2 év múlva, hogy melyik politikai erő tud érdemi, használható mondanivalót kimondani az Európai Unióval kapcsolatban.